Ez a téma az Alföld Televízió háttérműsora, köszöntöm nézőinket. Hétfőn este tette le képviselői eskét a parlamentben Arnold Sándor, Püspöklőlány polgármestere, aki a Magyar Tudományos Akadémia elnökévé megválasztott Pálinkás József utódja a Fidesz frakcióban. Vendégünk Arnold Sándor, aki két cikluson keresztül már volt tagja a parlamentnek. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, tiszteltel köszöntöm Önt is és a nézőket is, ez milyen, így van. Milyen érzés volt most két év szünet után, hogyha lehet így fogalmazni, újra a parlamentbe belépni és ott hát a pacsorok között sétálni, meg leülni? Hát a pacsot közt csak akkor tudtam sétálni, amikor már esküdtettem, tehát addig a házszabály ezt tiltja. Egyébként érdekes dolog volt, hiszen egyrészt a ház 90%-át ismerem, tegelő viszonyban vagyok velük. Másrészt pedig vannak új arcok, akiket meg kellett ismernem, és furcsa volt az, hogy én, aki rutinos képviselőnek számítottam, mégiscsak nekem kell kezdeni újra a dolgokat. De hát megbirkóztunk, mert hát az aklimatizálódást gyorsan. Tehát ilyen gondolom azért nulláról nem kell kezdeni, hiszen korábban már azért mégis mindenki ismert elég rutinos képviselőben. Amikor Géczi József Alajos, a Manátum Vizsgálatbizottság elnöke, elmondta, hogy ki is vagyok, és hogy igazolják a mandátumomat, a bizottság egyhangú döntése igazolta a mandátumot, akkor természetesen már úgy mutatott be, mint akit ismernek. És hát én éppen Jóskával nagyon keményeket vitatkoztam, hiszen annak idején én csináltam a Falu Parlament című tömegmozgalmat, és ő pedig a szocialisták által gerjesztett másik falukutató mozgalmat. Tehát mi bármilyen furcsa is, még sokat vitatkoztunk egymással, és őséget úgy köszönteni egymást, mint két régi vitapartner, aki egyébként nagyon sokat vitázott egymással, de mégis azzal az emberi tartással és megbecsüléssel, mint ahogy illik egymással. Mással találkozunk nekünk, akár két év után is. Mit tapasztalt? Változott és hogyan a parlament légköre azóta, amióta hát nem volt ott? Változott, lényegesen változott a dolog, hiszen amikor én parlamenti képviselő voltam, akkor egy szilárd többség vezette a parlament munkáját, és hát ott teljesen nyilvánvaló, hogy ott azok a döntések mehetnek csak át, amiket a szilárd többség megenged, amit bevállal. Hiszen ez erről szól a kormányzás, valaki megszerzi a többséget a választáson. Most azóta, hogy ez a szilárd többség megszűnt, innentől kezdve minden kérdés kétesélyes volt, vagy igen, vagy sem. Tehát olyan addig elképzelhetetlen volt, hogy a kormánynak, a mindenkori kormánynak egyik csúcsminisztere, mondjuk a pénzügyminiszter zavarba kerül, vagy olyan helyzetben, hogy elszavazzák. Itt pedig megtörtént azonnal, mert interpellációra nem, adott válaszát nem fogadták el. Tehát ez maga egyfajta olyan utánam az özönvíz hangulatát árasztotta. Egyébként a képviselőtársak ugyanúgy el voltak. Kicsit pekkem volt, hiszen a koalíciós válság miatt, mivel nem tudtak átvinni törvényeket, mondták a képviselőtársaim, hogy eddig egy fél óra alatt minden szavazást elvégeztek. Most, mivel mindent összeszedtek, és talán megegyezés is megvolt zömében a kérdéseknek, ezért aztán most egy több mint egy 4 óra hosszás szavazást vártam, ami egy kicsit szokatlan volt, hiszen Püspöklőlányban mi azért egy napi rendi sort az önkormányzat ülésén, azért 3 óra szavazat szünetek együtt le tudunk rendezni. Ön korábban a pénzügyi bizottságnak volt a tagja a parlamentben, most hogyan, miben számít önre a Fidesz? Nézze, most az ifjúsági és sportbizottságban kerültem be, de mindenképpen szeretnék visszamenni, amennyiben egy lehetőség és mód volna a pénzügyi bizottságban. Meg is mondom azt is, hogy miért. Az, hogy Püspöklőlány városa egy ilyen kemény megszólító csomagok sorozata után nem került válságos helyzetbe, pénzügyi finanszírozási szempontból nagy szerepe volt annak, hogy tudtam, hogy hova kell fordulni, tudtam, hogy ki kell fölvenni a kapcsolatot, tehát a kapcsolatrendszerben tudtam kamatoztatni. Most ez még erősebbé vált, tehát ez a fajta lobby tevékenység, az elég hivatalosan is képviselő? Ez egyértelmű, tehát ez egy polgármester lehetőségét nagyban megnöveli, hogyha országgyűlési képviselő is egyben. És én régen akartam már ezt, hát most jött össze. Köztudottan nem olyan jó a kapcsolata az ottani képviselővel, Csontos Jánossal, az MSZP képviselőjével. Lehet-e egyfajta hát együttműködést kialakítani annak érdekében, hogy minél jobb legyen Ladány és a térség helyzete? Ezért nekem nincsenek semmiféle szempontból olyan skrupulusaim, átlásaim vagy valami. Aki akar dolgozni, az tud mellettem és tud velem együtt dolgozni. Az egy másik dolog, hogy akar-e.
Mi leültünk Csontos képviselőúrral, és megegyeztünk egy olyan tevékenység sorozatról, amiben számítottunk az ő tevékenységére. Tehát magyarul a városnak ebben a pillanatban van kb. 15-20 pályázata, ami él. 15-20 pályázata, és abból be is hozhattuk, hogy mik azok a pályázatok, amelyek elsőrangúak, mi az, amit aztán majd későbbek akarunk esetleg, vagy esetleg lehetőségként vizsgáltunk meg. Na most ehhez képest én nem látok olyan tevékenységet, ami segíteni ezeket a pályázatokat, hogy elérjük. Tehát nekem egy egészen más helyen kellett átkötni ezt a hiányzó láncszemet, ahelyett, hogy ott tudtunk volna dolgozni. Egyébként én úgy vagyok vele, hogy a sikernek mindig nagyon sok szülője van, a kudarc az csak az árva gyerek. Tehát ez nyilvánvaló, ez egy másik történet. Ha akar velem valaki dolgozni, akkor az megteheti. Én nekem megvannak a kapcsolatrendszereim, innentől kezdve még erősebbek. A labda föl van dobva. Én nem fogadom el, legyen az akárki, aki erre akar engem rábeszélni, hogy a vidéki életforma bármivel is alacsonyabb rendű, mint a városi életforma. Egy nagyon egyszerű példa. Van a családomnak egy baráti körnek, önnek is van bizonyára olyan alkalom, amikor Budapesten tölt egy-két éjszakát. Na most nézze meg mondjuk Püspökladány utcáinak a tisztaságát, és nézze meg Budapest utcáinak a tisztaságát. Hát ki a kulturáltabb akkor? Mikor érik el a budapesti utcák a Püspökladányokat? Sose. Hát bár kicsit nehéz ugye összehasonlítani. Dehogy, utca. Lakosság, emeletes, hát emeletes. Hát nézze meg a két lakótelepet, nézze meg a két utcát. Vesse össze. Tömegközlekedés. Nézzék meg. Attól, hogy nagyobb az arcuk, attól ez nem kultúrát jelent. Polgármester úr, képviselő, köszönjük a beszélgetést, és várjuk legközelebb is. Úgy legyen. Köszönjük szépen. Minden jó. Kedves nézőink, ez volt a téma. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra.